Szabó Zsoltország gyűlési képviselő Hortra is ellátogatott, hogy magyar Norbert polgármesterrel egyeztessenek a helyi aktív civil szervezetekkel, az intézmények vezetőivel, a település jövőjéről, a további célkitűzésekről, lehetőségekről, az épülő bölcsödéről. Nagyon sok minden érdekli a hortiakat beszéltünk az épülő művölősi házról, a bölcsödéről, hogy mennyire szükség lenne arra, hogy az ordát bővítsük, hiszen egyre több gyermek van, hála az égnek, jól működik maga az iskola is, iskola udvar szeretnénk felújítani, illetve ott a civil szervezetekkel a jövőképről, a fejlesztésekről beszéltünk. A könyvtárban befejeződött az energetikai pályázat, megújult a könyvtár, amelynek dísztermében a Pántliga Egyesülettel, majd a nyugdíjas klub tagjaival is találkoztak és átbeszélték a felmerülését. Képviselő gondolatokat. Képviselőr ismételten meglátogatta településünket. Mindig nagy öröm, egyeztetünk, tervezgetünk, lehetőségeket vizsgálunk. Bejártuk az iskolát, óvodát, átbeszéltük az épülő bölcsödét, művedési házat, beszélgettünk a könyvtári munkáról, közművelődésről, hogyan alakulnak a rendezvényeink, mennyire van közösségépítés. Az Egyesületeknél voltunk minden segítségre, Való hajlam megvan a képviselő úrban az egyesületek iránt is. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a látogatását. Egy igen tartalmas délután volt. Felkeresték az óvodát, amely energetikailag megújulhatott. Az iskolában tanítás nélküli napon folytattak megbeszélést a dolgozókkal. Továbbá ellátogattak az új áruházba is, ami szolgáltat a hortiaknak. Hort az elmúlt időszakban is fejlődött, most is fejlődik, egy stabil gazdálkodás vissza az önkormányzat, és én bízom benne, hogy ez a stabilitás a jövőt illetően is megmarad. Azt szeretnénk, hogyha egy gyönyörű, fejlődő, egyre nagyobb település alakulna itt ki. Én ehhez kívánok nagyon jó erőt, egészséget, és mindenben segítem a település életét. A látogatás a képviselő testület tagjaival való egyeztetéssel zárult a hivatal épületében, ahol hort töretlen fejlődése érdekében beszéltek a település célkitűzéseiről.